Na, sziasztok! Na, még ilyen videóm nincs úgyse fönt, hogy a Villagerről egy körfűrészlap, ezt még annak idején az Oleomaghoz kaptam, a 441 Spártához. Ez még szinte új, most az előbb egy picit belehúztam a fába, megpróbáltam, mert ugyanis vannak itt ilyen bokrok, amit már ugye késse, azért már ezt a vastagságot már késse nem igazán kéne. Na, meg a másik dolog, hogy sokan érdeklődnek utána a videók alatt, hogy milyen gép is ez. Hát jó, én nálam bevált, még idáig megy. De én nem akarok rábeszélni senkit, hogy vegye meg, úgyhogy mindenki maga döntse el. Úgyhogy nehogy én legyek az oka, ha valaki nem jön be. Én azt sem mondom, hogy vedd meg, azt sem, hogy ne. Én csak tesztőgetem, most megpróbálom ebből a körfűrész koronggal, mert még ezzel nem vágtam. Na, úgyhogy nem is húzom az időt, mert elég szeles idő van. Megpróbálom azokat a kis bokrokat lenyesni vele. Ez késsel már egész nehezen vitte a másik kasza. Úgyhogy egy próbát megér. Na, lássuk is.
Egész jó vitte, csak vigyázni kell velem. Visszacsapkod, nincs hozzá ilyen támasztó, az olajamaghoz ahhoz adtak, de egész jó vitte ez a körfűrészlapát. Most az képest, két centi három. Van benne vastagabb is, itt levágott, ez már biztos, hogy van 3 centi. Ilyenekhez meg, ehhez meg a kés nem jó, de az ujjamat teszem oda viszonyításnak. Csak ott meg már vigyázni kell, ott a drótkerítés. Már közelebb nem megyek. Na. Tehát így lehet ezzel bokrászni, csak ésszel. Nagyon oda figyelni, mert rángatja rendesen. Na, viszi ez a körfűrészlapot is. A Damilla láttam már, késsel is. Damilla nagyon jó lehet vele kaszálni. De úgy látszik, viszi a korongot is, mert ezt nem adnak hozzá. Na, azt meg még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak olyan vegye meg, aki éppen meg akarja venni, én nem akarok rábeszélni senkit. Úgyhogy ezt tisztázzuk le, nehogy engem valami vád érjen, mert csak tesztőgetem ezt a gépet. Nekem bevált, na. Ez a lényeg, hogy nekem bevált. Na, így megy körfűrész lappal. Na, a Villager. Köszönöm, hogy megnéztétek. Na, sziasztok!